Bugaró Videó bemutatja az Angyalok Dühe című amerikai filmet. Főszerepben Jacqueline Smith, Piros Illió. Ken Howard, Stankai István. Michael Nouri, Szersény Gyula. Susan Sullivan, Kaldi Nóra. Mason Adams, Kun Vilmos. Linda Dano, Tóth Judit. Továbbá Rajhona Ádám, Balázsovics Lajos, Pataki Jenő, Rátóti Zoltán, Pap János, Dózsa László, Csernák János. És Angela Lansbury, Tolnai Klári. Zene Billy Goldenberg. Fényképezte Jack Priestley. Írta Robert L. Joseph. A filmet rendezte Paul Wendkos. A doktor úr azt üzeni, hogy mindjárt jön. Asszonyom, tegnap óta ki sem mozdult a szobából. Mikor lesz jobban? Ilyen rövid idő alatt nem változhat az állapota, de én nem mozdulok el mellőle. Miért nem pihen egy kicsit? Sétáljon egyet. Jót fog tenni. Higgy el nekem. Nem halhat meg Eden. Az orvosok azt mondták, ha 24 órán belül magához tér. Ha magához tér, a kómából. Az orvosok nem bíznak benne. És Joshua most nem tud segíteni nekik. Olyan hihetetlen az egész. Egy ismeretlen ember elviszi a fiamat egy körre a kocsiján, és a titkos szolgálat emberei hagyják. Mindennek én vagyok az oka. Ha vállaltam volna Joshuát, ha odaálltam volna a kapitolium lépcsőjére, és azt kiabáltam volna. Az én fiam. Az én fiam. Senki sem tévedhetetlen. Kimerültnek látszol, aludnod kellene egy kicsit. Amint lesz valami újság, fölhívlak. Közel lakom.
Egy barátom házában. Jenny, hová mész? Joshua szobájába. Ha magához tér, jobb, ha az anyja mellette van. Signora Marchesa, io signora Boisse. Grazie tanto. Può andare? Sì, Marchesa. Iszik valamit? Például burbont vízzel. Ecco, igazi amerikai ital. Én magam egyáltalán nem szeretem az édes szőlőt. De azt mondják, az én 200 holdamon terem Olaszország legjobb szőlője. Igazuk van. Boldogult férjem rám hagyta a szállítmányozói vállalatát, a szőlőt, 600 felbecsülhetetlen értékű festményt rajtuk 10 kiló porral. Felbecsülhetetlenek, de szörnyűek. Ezen kívül még hagyott rám pár száz rokont. A többségük szegény. A maradék pedig egytől egyik csaló. Hogy van a gyerek? Rosszul. A telefonban azt mondta, hogy túl fogja élni. Az olasz orvosok csak a gondviselésben hisznek. Á, tudom. Boldogult férjem is az ő áldozatuk lett. Úgy tudom, a férje nagyszerű ember volt. Aki ezt mondta magának, nem volt túl jól értesült. Jó, elismerem, nem volt rossz ember. Nem volt valami szép halála, de kinek van? Senki se szeret meghalni. Szegény uram. Hogy meglepődne, ha itt lenne hirtelen? Azt hitte, nem hal meg, mert Isten felmentést adott neki. Hát azt nem adott, de a földön megjutalmazta, mert megtalálta magát Marchesa. New Orleans utcáin szedett fel. Teljesen megőrítettem. Senki nem volt rá ilyen hatással. Na és hogy van a gyerek anyja? Gondolom kikészült, mi? Tartja magát. Olyan, mint az apja, ő is mindig remekül tartotta magát. Istenem, hogy milyen jó nevelt volt. Már szinte hátborzongatóan. Na mondja, mire jutott Boisse? Soha nem sikerült használható adatokhoz jutnom, pedig jó pár ügyes fickót szerződtettem már. Biztos, hogy a gyerek örökbe van fogadva? Megvizsgáltam a kezembe került okmányokat. Nem lehet tudni. De azzal a politikussal volt egy kalandja. A mostani alelnökkel. Ő lenne az apa? Nem, ő nem lehet. Hallottam szónokolni. Honnan tudja? Túlságosan komoly ahhoz, hogy gyereket csináljon. De van egy lánya. A feleségének van egy lánya. Wagner valószínűleg arra született, hogy megváltsa a világot. Önnek mindenki gyanús, aki él. Igaz? Na-na. Nem lehet bízni az emberekben. Wagner adott a nőnek pénzt? Nem hiszem, hogy kért volna tőle. Micsoda pár. Egy nős, politikus és egy romantikus, érzékeny lélek. Mamma mia. Jól van, Boisse. Komoly munkát végzett, és nem idegesített hülye kérdésekkel. A földszinten adnak magának enni. A burravalót nem fogják visszautasítani. Most mit akar? Megint játszani a kisfiammal? Ide akarja hozni a legújabb modelljét, hogy beültesse? Tessék, nem fog ellenkezni. Láthatja. Joshua alszik.
Csak egy kört akartam menni. Nagyon tetszett neki a kocsim. Barátok vagyunk. Barátok? Maga tönkretette az életemet. Eljátszott a Joshua előtt, hogy egy családból való vagyunk. Család? Úristen, ez a szó a maga szájából, trágár. És maga? Magát kihatalmazta fel, hogy ítélkezzen az én családom felett. Ismertem a testvérit, emlékszik. Túlságosan jól ismertem. És most tűnjön el innen, rögtön tűnjön el, de gyorsan szélesíbe kerülj el a kisfiamat. Még nincs vége. Ha a gyerek felépül, mindent újra kezdünk. Ha nem, elsiratjuk. Semmi nem változik. Maga továbbra is tartozik nekem. Tartozzon magának! Takarodjon, tűnjön el kifele! Az üzlet az üzlet. A családi tartozásokat is ki kell fizetni. Idekint sokkal kellemesebb. Minden kórház olyan kísérteties. Még a növények is kókadtak. Az orvosok és a nővérek suttognak, folyton csak suttognak. Ha én paciens lennék, öröki azt kérdezném, mit mondott? Nagyon rossz úgy meghalni, hogy az ember egy normális szót se hallott előtte. Nagyon csinos. Megviselt ugyan, de nagyon csinos. Bocsásson meg, kérem. Alabrandinak hívnak. Marchesa Alabrandi. Tuszkóniban születtem. Meghívom egy italra. Kell legyen valahol itt egy presszó, rendszerint minden kórház mellett van. A nővérek, az orvosok, a műtősök nem bírnák ki a strapát alkohol nélkül. Bocsásson meg. Az anyád vagyok, vagy mi a fene? Végül is mindenki anyától született, te is. Nyugodj meg, nincs szükségem pénzre. De meghívhatsz egy italra. És utána gyűlölhetsz. Na jó, mit akarsz tőlem, mama? Hosszú időt el, te láthatod. 25 évre elegendő élelemmel hagytál ott a járókában. És 25 másodperce elegendő szeretettel. Felháborít, hogy ebben a presszóban nem lehet bourbont kapni. Beszéltem a gyerek orvosával. Minek? No, ne jászd az ártatlant. Mit akarsz? Arra gondoltam, hogy hozzájárulok a kórházi számlához. Majd én rendezem. Hogy szereztél tudomást rólunk? A balesetről. Idegesítően gazdag vagyok. Megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy fizessek valakit, aki figyel téged. Ismerem az illetőt? Valószínűleg. A papa meghalt, tudtad? Igen, tudom. Nagyon jó ember volt. Miért tette tönkre az életét? Az apádnak megtettem azt a szívességet, amit senki másnak. Ott hagytam. Ez nem ilyen egyszerű. Tudtam, hogy gondja lesz rád. Jó kifogás. Az apád díszpéldánya volt a felső 10 000-nek. Tökéletes ember, de engem halálosan untatott. Nem voltál képes. Mit tudott te, hogy mire voltam én képes? Hallgass ide. Én nagyon csinos lány voltam, mikor megismertem őt. Hogy is hívták? Abner. Ah. Hogy lehet ilyen hülye névvel élni? Menj a pokolba! Nincs hozzá kedvem. Nem megyek. Ki vagy te tulajdonképpen? Egy dolgozónő, akinek szerencséje volt. És ezek után jössz, mintha mi sem történt volna.
Látni akartam, hogy nézel ki ez minden. Nagyon csinos vagy. Látni rajtad, hogy nagyon le vagy törve, és nagyon aggódsz. De azért nagyon csinos vagy. Az Isten szerelmére eldobtál magadtól, mert nem voltál képes hallgatni, ahogy egy csecsemő sír. Rábíztalak az apádra, aki nagyon jó ember volt, és jól nevelt. Ma este hazautazom. A hotelben meghagytam a telefonszámom és a címemet, arra az esetre, ha szükséged lenne rám. Tudod, hogy hasonlítasz rám? Az apád nagyon jó ember volt, de nem volt valami jó képű. Hagyd, majd én fizetek. Te úgyis csak kávét ittál. Örökbe fogadtál egy gyereket, igaz? Örökbe fogadtad a saját fiadat. Nem akartad elárulni az apja nevét. Nem hibáztatlak, hiszen egy ilyen adat még valakinek az életébe is kerülhet. Csá. Halló. Igen, Jennifer. Joshua magához tért. Istenem. Köszönöm, kis öreg. Köszönöm, hogy folytatjuk. Nélküled semmit sem ér az egész. Igen, értem. Nagyon kedves, hogy nem. Semmi, jól vagyok. Köszönöm, hogy felhívtál. Nagyon köszönöm. Priscilla, ha lenne valaki, aki miatt se éjjelet, se nappalod, aki elszívja előled a levegőt, aki miatt soha egyetlen perc nyugtot sincs az életben, ha lenne valaki, akitől létezni is alig tudsz, mit csinálnál? Attól függ, ki lenne az. Hidd el, te vagy a legjobb barátnőm. De ha van a világon egy ember, akinek nem mondanám el, az te vagy. Na, de mégis, férfi vagy nő az illető? Tegyük fel, hogy férfi. Valószínűleg megölném. És ha nő lenne? Akkor is megölném. Meg vagyok lepve, Seymour. Úgy tesz, mint egy hétköznapi turista. Pedig maga aztán semmiben sem hétköznapi. Érdekesnek tűnt. Már hány ingerem van a templomokról és az éttermekről szóló könyvektől.
Itt vannak a jegyek. Az autóbusz pontosan 15 perc múlva jön. Jennifer Parkert. Mikor állítja munkába? Hamarosan. A Worth elleni nyomozás nem sokára befejeződik. Na és? Itt volt az alelnök. Sinem vagyunk. És azután? Utána megbosszuljuk Michaelt. Colfax úr úgy rendelkezett, hogy abban az esetben, ha elejtik a vádat Worth ellen, lefújjuk az akciót. Colfaxnak soha nem volt testvére, de ha lett volna, senki nem szólt volna bele, hogy szeresse. Továbbra is alkalmazzuk ezt az embert a titkos szolgálattól. Werner kiadta az útját, pihenni fog egy darabig, de mi majd támogatjuk anyagilag. Elég költséges megoldás. Attól függ, milyen hosszú lesz az élet. Te elegem van Rómából. Hol vannak a bőröndök? Szóval nem érdekel, hogy Rómában voltál, de minden, amit csinálsz, rám is tartozik, mert az életünk közös üzlet a te hivatásodért. Megmondtam neked, hogy befellegzett a külön utaknak. Megbeszéltük. Te akartad így. Én nem akartam semmit. Akkor félreértettelek, és ez nagyon fáj. De bizonyos dolgokat nem értek félre. Nem tarthatsz fönn semmilyen kapcsolatot ezzel a nővel. Föl sem hívhatod. Ki kell törölnöd az emlékezetedből. Le kell ráznod. Nem volt szép tőled, hogy megint olyasmire vetemettél, ami kettőnkre bajt hozhat. Edem, te akartad a hatalmat, most megvan. És itt van a nagy házad. A titkos szolgálat emberei vigyáznak rád. Az elnök megbecsült munkatársa vagy. Nem kerülhetsz kínos helyzetbe. Tönkretennéd magad. Hogy tudnál azzal a kígyóval élni? Felelőtlenül, a családod nélkül, a lányod nélkül, érted? Majd én elintézem azt a nőt, ha kell. Megszállott őrült vagy, nagyon jól ismerlek. Neked semmi sem elég. Álmodban is csak arra gondolsz, hogy még. Ha kinyitod a szád, az első szavad, hogy még. Mary West, nem tudod a hátsódat ugye sejempárnára tenni, hogy ne gondolnál arra, meg ne gyűrődjön. Hagyja ott. Köszönöm. Az igazi családottól. Melyik az igazi családja, Jennifer? Igazi család? Az összes aranyat érő ügyvédre. Jennifer, hogy érzi magát? Furcsán. Hát ez természetes. Igyon egy kis pezsgőt, uram. Simmons, Delafon kisasszony, Jeremy Simmons, önnek dolgozom. Ah, akkor erre ígyunk. Remek dolog nekem dolgozni, igaz, Dick? Igen, hogyne. Köszönöm. Az új munkatársunkra. A sofőrje várja, Delafon kisasszony. Ó, el is felejtettem, hogy elszaladt az idő. Dick meg én Washingtonba utazunk ma este. Viszlát, Simmons úr. Ne legyen szigorú Simmons úrral, Jennifer. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én úgy érzem, mintha a jövő század felé menetelnék. Mennyit fizetünk ennek a savanyú képűnek, akit Parker hozott? Jeremy Simmonsnak nem sokat. Nagyon idegesít. Miért? Nem tudom, olyan se íze, se bűze, Pali. Veszélyes lehet. Soha nem láthatsz bele alapjaiba. Az ilyeneket ki kell nyírni, vagy rájuk kell ijeszteni.
Ide hallgass, kedvesem, menj el Washingtonba. Nem tudok részt venni ma este az előadáson. Parker elrontott. És mi lesz a fenntartott helyeddel? Használd fel, hívd fel azt a lányt az irodából. Dobd be a kivételes tudásodat, amit a szakmádban és a Yale Egyetemen szereztél. Előre hallom a visítozását. Ellen Layton visítozását, azt se tudja, hogy létezem. De azt igen, hogy én létezem, és ez elég. Miért kényszerítesz arra, hogy egy másik nővel menjek? Nem akarok önző lenni. Na, leteheted, biztos, Dennis. Szívesen fölviszem. Nem, ne. Menj csak nyugodtan. Éppen elég segítség volt, hogy eljöttél velem vásárolni. Találtam munkát. Egész tűrhető. Nagyon örülök neki. Gyere el a jövő héten is, ha tudsz. El fogok jönni. Elnézést. Egy éttermet keresek. Úgy hívják, hogy Barátságos Tigris. Ismeri? Miért, Simon? Miért? Miért követi ez az írfickó Parker? Nem tudom, Moretti. Lehet, hogy Colfax gyanakszik rá. Hallgasson ide, Kelehen. Meg Boyce, vagy hogy hívják. Örök életében viseli majd a makacsága nyomait. Mindannyian utáljuk az erőszakot. Én csak azt szeretném tudni, miért adott rá utasítást Thomas Colfax, hogy kövesse Jennifer Parker. Lehet, hogy nem hiszi el, de én is Colfax üzlettársak vagyunk, és ő figyelteti Jennifer Parkert. Miért nem bízik bennem Colfax? Barátjában. És örökös társában. Nem ismerem Colfaxot, Mecsi lesz szavamra, megesküszöm az anyám emlékére, hogy nem ismerem Colfax urat! Utoljára kérdezem, barátom. Nem tudom, hogy sokat szenvedette életében, de attól, amiben most része lesz, megtanulja majd, hol lakik az Úristen. Mit szólna valami inyenceknek való kis csemegéhez? Szimur nagymester ezen a téren. Ő szerényen virtuóznak nevezi magát. Úgyhogy Kelehen úr, ha nem fedi fel a kapcsolatát Colfax úrral, a hátralevő életét egy szeretett otthonban csücsülve töltheti. Szétroncsolt agyvelővel, kajáért könyörögve a még megmaradt végtagjaival. Ki maga? És milyen kapcsolata van az én kedves barátommal, Thomas Fairchild Colfax-szal? Lehet, hogy ennek az úriembernek nincs is kapcsolata Colfax-szal. Lehet, hogy mégis igazat mondott. Látja, akárhol keressük az igazságot. Mindig csak a másik ember szemében találjuk meg. Ha láthatnám a szemét, tudhatnám az igazságot. Sajnálom. Kelehen úr. Nem történt semmi, uram. Kelehen úr. Tévedtünk ugyan, de mielőtt ezt a hibát elkövettük volna, sajnos maga meglátott minket. És ezt nem engedhetjük meg. Megérti ugye, hogy nem kockáztathatunk. Szűz Mária Istene.
meg Szent Anyja imádkoz elértünk bűnösekért most és halálunk órájára. Amen. Simur, felejts el, hogy Colfaxot gyanúsítottam. Ki lehet az? Hatcher Forman és Delafon. Igen, én vagyok az. Edem? Hol vagy? Akkor közel vagyunk egymáshoz. Joshua jól van? Igen, igen, nincs semmi baj. Még számtamból is. Igen. Nem még soha. De most nem is tudok menni. Nagyon sok a munkám, és biztosan neked is. Sajnálom. Nézd meg, nem lehet. Nem. Viszlát. Sírok. Nem látok könnyeket. Biztos? Egyetlen könnycseppet sem. Mi marad a könnyek után, Jeremy? Nem tudom. Talán a méltóság. Most ugye hamarosan bíróság elé kerül. Biztos, hogy fel tudod használni várját? Majdnem biztos. Nem mond nekem, hogy majdnem. Az apám azt mondta egyszer, kapkodni legalább olyan veszélyes, mint késlekedni. Nem is tudtam, hogy ilyen bölcs apád volt. Ha nem jutunk el Warnerig, más oldalról próbálkozunk. Nincs más oldal. Ez az egyetlen járható út. Akkor láss neki. Minél tovább késlekedünk, annál többet kockáztatunk. Lassan a testtel, Margó. Kivárom a legalkalmasabb pillanatot. Ne ellenkezz, Moretti. Jennifer Parker, kezd az idegeimre menni. Sok figura a kezünkben. Közönséges nő. Jött-ment senki házi. Miért nem vele közled ezt? Ejnye, ejnye. Moretti. Szerelmes vagy. Szerelmes vagy ebbe a riherony kurvába. Szép dolog, mondhatom. Megölnélek, ha nem lennél már így is egy elaszott múmia. Nem ölsz meg senkit. Egy lépés sem tehetsz a társaságunk beleegyezése nélkül. Megértetted? Rendben van, Thomas. Bocsáss meg a kirohanásomat, Marco. Néha indulatos vagyok, de saját kezüleg még nem nyírtam ki senkit. Üzletember vagyok. A névjegyem szerint is. Amint tudod. Viszlát. De Jeremy, még vissza kell mennünk az irodába. Beszélnünk kellene a Huston ügyről. Le fog járni a halasztás. Kértél halasztást? Jeremy! Kértél halasztást, ugye? Taxi! Catherine visszajött, igaz? Értem. Én aztán igazán megértem.
Jeremy, tudhatod jól, hogy veled vagyok, de nem kérek tőled olyan sokat. Egy halasztást csak el tudsz intézni. Elvégre bajban vagyunk az Istenért. Elfelejtettem, kisebb bajom is nagyobb ennél. Ez nem magyarázat. Válaszolj! A társad vagyok, a barátod. Ne foglalkozz velem! De foglalkozom. Szükséged van barátokra. Ryan atya is megmondta, és igaza volt. Ne avatkozz bele! Ami Catherine és köztem van, az csak az én dolgom, csak az enyém. Ez a mi házasságunk, ami átkozott, elszúrt házasságunk. Jeremy! Jeremy! Gyere vissza! Nézd csak! Jó napot, Iszálva úr! Jó napot! Fél órával ezelőtt találták meg, tessék a papírjai. És ez is nála volt. A titkos szolgálat embere Jennifer Parker címével. Ezért hívtuk éppen önt, uram. Köszönöm. Érdekes dokumentum, igaz, Ben? A szemtanúk szerint onnan ugrott le. Többen is látták. Volt vele valaki? Nem. Azt mondták, hogy egyedül volt. Soha nem hallottam olyat, hogy egy titkos ügynök öngyilkos lett volna. Ezek kiegyensúlyozott emberek. Két oka lehet annak, hogy egy titkos ügynök öngyilkos lesz. Az egyik, hogy talán nem is olyan kiegyensúlyozott. A másik, hogy nem öngyilkosság volt. Számít, a múltkor is mondtam neki, és... Jó napot, Parker kisasszony. Jó napot. Jó napot. Hogy mint? Itt van Jeremy. Azt üzeni, elintézte a halasztást. Nagyszerű. Mi újság? Szedd össze a dolgait. Ragyogó! Megmagyaráznád, hogy mit csinálsz? Elmegyek. A halasztást elintéztem. Itt vannak a kulcsok. Kérlek, Jeremy, ne hagyd itt az irodát az Isten szerelmére. Rendben van. Jól van, szaladj csak Ryan atyához, ő majd megvigasztal. Igen, azt fogja mondani, hogy az élet kegyetlen az elhagyott férjekhez. De tudod, mit mondok neked? Ezért kell elmenned Ryan atyához. Ezt hallhatod itt is. Igen, Jennifer. Nem csodálkoznék, ha egyszer csak megalapítanád a megtört szívek klubját. Van még valami? Igen. Nehéz megmagyarázni, de azért megpróbálom. Te feladtad a harcot, Jennifer. Lemondtál. Boldogságról. Tudod, mi lesz veled? Mondd csak el. Szeretném hallani. Békésen megöregszel. Bájos kis történeteket fogtok mesélni egymásnak a többi öregasszonnyal. Nem lesz semmi dolgod. Ülni fogsz. És emlékezni. Az emlékek néha fájóak lesznek ugyan, és hamarosan már csak a szépek jutnak majd eszedbe. Igen. Még ha nevetséges is, én azt mondom, szeretem Catherine-t. Te talán azt hiszed, hogy eleméztem magam. Vagy esetleg öngyilkos leszek, de nem ez fog történni. Nem! Jeremy, rakd el a kulcsokat. Én most elmegyek egy időre. Várd meg, amíg visszajövök. Hogy vállalhassam a múltat, a múltamat. Viszlát.
Örülök, hogy itt vagy. És hálás vagyok is, szeretlek. Ha ez egy álom, nem akarok fölébredni. Igen, ez egy álom, de ébredhetünk jól is. Igen, ebben teljesen egyetértünk. Pontosan. Tudom. És azt hiszem, te is. Figyelj ide. Ha az elnök részt akart volna venni, nem a titkárát küldi el az ülésre. Ha nem tetszik, beszélj az elnökkel. Nem vagyok elérhető. A barátaim házában töltök egy pár napot. Megpróbálok végre kikapcsolódni egy kicsit. Igen, viszlát, Geri. Alig hiszem el, hogy itt vagy. Mondd, valóban itt vagy? Mi történt, hogy így döntöttél? Nem tudom. Szükségem volt rád, hogy lássalak. Nem érdekel, miért vagy itt. Itt vagy. Ez a lényeg. Igen. És az, hogy itthon érzem magam. Félek, hogy egyszer fölfal az alelnök úr. Tudom, hogy egy kicsit elkéstem a kérdésed, de ki ez a szoba? Ez egy szoba az elvarázsolt kastélyból, asszonyom. Mi? A szoba gazdája állandóan utazik, és nagyon messze van, most is. Mondd, nehéz volt ide jönnöd, Jenny? Nem volt az. Ellenkezőleg. Látnom kellett a férfit, akit szeretek. És megérinteni. És most mondd el, mire gondolsz? Mondd el őszintén. Az vagy nekem, aki voltál. Aki átölel és aztán elenged. Aki be tudja bizonyítani, hogy a szív törékeny. Soha nem hagynak egyedül? Még egy elhagyott strandon sem. Az alelnökök mindig meghúzódnak a háttérben. Csak néha sodornak minket az előtérbe az események. Nagy ritkán. Hogy kik is vagyunk, az nem érdekel senkit. Engem igen. Nézd, kétszer akkora horgászkod, mint a gazdája. Vajon fognak valamit? Fő, hogy megpróbálják. Szabadok. Hé, fiúk! Szép dobás volt! Thank you.
Nézd, Adam. Ked van. Egy nap, Jennifer, máshol leszünk. Bejárjuk az egész világot. Csak utazni fogunk. Érdekes, Adam. Milyen jól emlékszünk arra, amit sosem láttunk. Emlékeztes, majd hol tartottunk? Egy csók előtt. Igen. Rendben van, köszönöm. Akkor emlékeztesselek? Sajnos nincs rá idő. Mi történt? Mint mondtam, az alelnök egyik fő dolga, hogy a temetéseken megjelenjen. Holnap el kell mennem. Carson szenátor hirtelen meghalt. Nem. Biztosítok egy kocsit, hogy hazamehess. Ne foglalkozz velem, Adam. Haza tudok menni. Még csak taxist sem kell hívnod. Jenny, maradt még egy esténk. Nem lesz több ilyen alkalmunk. Nem tudlak itt hagyni. Mit mondasz nekik? Nem tudom. Valóban nem tudod. Szálvával kerülünk szembe. A héten már harmadszor. Az Istennek se nyugszik. Egyik sem az ő ügye. Rögeszmi sem utál. Engem hibáztat mindenért. Meg sem fordul a fejében, hogy törvényesen járok el. Margotnak nem tetszik ez az ügy. Azért megpróbálom. Ha el akar küldeni, hát küldjön. Hölgyeim és uraim! Di Salva úr folyton olyan szavakkal dobálódzik, mint törvény és igazságszolgáltatás. Önök egy kicsit megszeppennek-e fogalmaktól, mert nem tartoznak hétköznapi életünkhöz. De engedjenek meg egy kis kitérőt. Felejtsük el egy pár percre, hogy a bíróságon vagyunk. Rendben van? Képzeljék el, hogy az én nappali szobámban vagyunk, és arról beszélgetünk, mi is történt a vádlottal, embertársunkkal. Próbáljanak elképzelni egy csendes helyet, ahol a jóindulatú emberek összegyűlnek, hogy a mindennapi élet gondjait megvitassák. Igen. Nézd az esküdteket. Ezek az idióták Parker nappali szobájában vannak. Figyeld, teljesen elkábította őket. Hölgyeim és uraim, szeretném, ha egy pillanatra elfelejtenék ezeket a szavakat, hogy igazságszolgáltatás és törvény. Lehet, hogy furcsán hangzik ez egy ügyész szájából, de tegyék meg nekem ezt a kis szívességet pár perc erejéig. Képzeljék el, hogy a házam nappali szobájában ülnek,
és hogy önfeledten csevegünk. Ez a tetű ellopta az ötletedet. Nyúljon ez nekem. Hogy mondhat olyat egy ügyész, hogy feledkezzenek meg a törvényről? Lehet, hogy Di Salva úr el akarja hitetni önökkel, hogy egy estélyen vesznek részt és süteményt esznek, vagy hogy lóversenyen vannak és éppen fogadást kötnek. De én arra kérem önöket, hölgyeim és uraim, ne felejtsék el, hogy hol vannak. És jusson eszükbe, azért vagyunk itt, hogy igazságot szolgáltassunk, és hogy csak a törvény szelleme szerint lehet ítéletet hozni. Átkozott kígyó. Látta, mit csinált az esküccékkel? Tény, hogy jó a fellépése, tanulhatna tőle. Engem a külsőségek nem érdekelnek, majd én megtanítom. Legszívesebben arra tanítanám, hogy merre van a melegebb égtől. Látom, nagyon ideges, Di Salva úr. Kibosszantotta így fel a mi kiváló ügyészünket. A győzelmünk? Nem hinném. Biztosan valami magánéleti gond lesz. Igazán? Talán, de lehet, hogy nem. Hallja maga, Némber! Hallja, Némber! A nők miatt van Jeremy, Di Salva úr hadilábon áll a nőkkel. Ezért hívja őket olyan kedvesen Némbernek. Di Salva úr hosszú évekig boldog házasságban élt. Elhiszem. De vajon ugyanezt mondja a felesége is? Menjünk innen, Ben. Megadom a kettőt. Hány lapot kérsz? Most csak egy lapot kérek, de azt adom, amelyik kell. Adok kettőt. Jól van. Megtudhatom, mit csináltok? Ez az aranyos néni megtanított pókerezni. A fiad nagy tehetség. Ryan atya, szeretnék beszélni veled. Utána magával is, Mackie asszony. Velem is. Mikor vette fel veled a kapcsolatot? Egy hete. Azt mondta, hogy üzleti ügyei vannak Clevelandben, és utána szeretné ide New Yorkba utazni. Honnan tudott rólad? Régóta figyel bennünket. Feltételezem, hogy tudod, hogy ő Joshua nagymamája. És? Ne tetesd magad. Mit mondott Joshuának? Hogy csak egy barátnőd. Jó, csak ezt akartam tudni. Hiszen az anyád. Tudod, Joshua nagyon megkedvelte. Meghívta vacsorára. Ne aggódj, nem tud itt maradni. Azt mondta, a repülőút elvette az étvágyát. Persze, mert egész út alatt ivott. A fiat tényleg nagy tehetség. Már $10 tartozom. Sose javulsz meg. Ekkora gyereket pókerre tanítani. Azt mondta, legközelebb ő tanít meg engem baseballozni. Nagyon furcsa volt visszatérni az Egyesült Államokba, ennyi év után. Majdnem az összes ismerősöm meghalt. De akik még élnek, rég meg kellett volna halniuk. Ne neves rájön, atya, ne bátorítsd! Felháborító a viselkedése. Szerintem férjhez kellene menned, és szülnöd még pár gyereket. Elnézést. Ugye, azzal a politikussal már rég szakítottál. Minden tudsz, igaz? Vannak szórakoztatóbb emberek is. Keres egyet. Légy türelemmel. Én vártam, és sikerült. Menj el innen! Ez az, ami tetszik benned. Na jó. Nem is tudok tovább maradni. Lent van a kocsim, és a sofőr biztos mindjárt éhen hal. Majd felhívlak, mielőtt elmegyek. A Plaza Hotelben lakom. Van egy ostoba szokásom, egy nevetséges szokás, és nagyon szentimentális. Mindig megmondom az embereknek, hol vagyok, arra az esetre, ha szükségük volna rám. Gyanítom, hogy több mint 20 évet késtem. Eko. A Plazában leszek, ha szükséged lenne rám. Ja, igaz is. Rómától idáig azon törtem a fejem, hogy is hívták az apádat? Abner. Ah, igen, igen. Tudtam.
tudtam, hogy valami vicces. Nem szólok egy szót sem. Egy árva szót sem szólok. De mégiscsak az anyád. Ryan! Egy szót se szóltam. De végül is az anyád, Jennifer. Vett tekintetbe. Rendben van. Lehet. De mégiscsak túl. Az anyád! Ki kell békülnöd vele. Semmi értelme. Majd én. Legyen hétfőn 11-kor a Hans Christian Andersen szobornál. Ez nem kérés, hanem parancs. Kedvesem, mostanáig a gondjai megakadályozták abban, hogy a függőben maradt ügyünket rendezzük. De a számla még megvan. A számla még mindig megvan. És ha nem fizetek? Veszélyes lenne. Szeretem Joshuát. Tényleg mi is a kedvenc kocsija? Szemétalak! Kedvesem, mi bájcsevegünk és a megbízóim egyre idegesebbek. Maga fogja nyílbe ütni az üzletet Warnerrel. Úgyhogy ezt adja át neki. Ha nem, elbúcsúzhat az életétől. Az ördöggel kötött üzletet. Ne felejts el! Tartozik nekem. Fizesse ki a tartozását. Fizetnie kell. Addig nem hagyom békén. Fizetni fog Michaelért. Ezt Michaelért. Michaelért. Anne! Michael. Mindig csak Michael. Semre sem képes egyedül. Szüksége van Michaelre. Mindenhez szüksége van Michaelre. Nincs szükségem senkire. Alelnök úr. Mi az? Hány óra van? Egy óra, uram. Mi történt? Az elnök? Nem, uram. Itt akarja felvenni a kagylót. Mit? Telefonon keresik, uram. Ja. Egész nap próbáltalak elérni. Találkoznunk kell. Most nincs időm. Pár napig Washingtonban kell maradnom. Két szavazattal kevesebb a szenátusban, és úgy kirúgnak, hogy lábom sem írja a földet. Edem, találkoznunk kell. Rendben van, figyelj ide, New Yorkba kell mennem a Nemzeti Művészeti Konferencia éves összejövetelére. Ott nem tudunk találkozni. Amerika legnépszerűbb embere vagy. Az a jó, sokan lesznek, kevésbé lesz feltűnő. Küldök neked két meghívót, kísérjen el valaki. A koktél és a vacsora között tudunk beszélgetni, mindent elrendezek. Találkoznunk kell. Jól van, Jennifer, találkozunk. Thank you.
Még 5 másik fogadás van itt. Mindenki, aki ad magára, itt tartja az esküvőjét és az iskolai találkozóját. Az étterem vezetőjének adja a meghívókat, atyám. Biztos vagyok benne, hogy sült csirke lesz tört krumplival. Lehet. Nézd csak, micsoda meglepetés, Jennifer. Az a lelnök. Ő is itt van. Ezeknek az országoknak a politikája csak néhány pontban tér el egymástól. Igen, remek. Kérem, menjen arrébb, menjen arrébb. Köszönöm. Nagyon csinos ma este, Parker kisasszony. Jó csinálod, Jennifer. Nagyon jó. Nézd Parkert. Az ártatlanság szobra. Ne aggódj, én... Parker kisasszony, kövessen. Bocsáss meg. Nincs miért. Jennifer, hamarabb akartam jönni. Azért nem tudtam, mert... Tudom, sok dolgod volt. Bocsáss meg, Adam, nem azért vagyok itt, hogy sajnálkozzam. Miért jöttél, Jennifer? Ez hihetetlen. Teljesen hihetetlen, hogy Moretti és az emberei azt hiszik, hogy meg fogom kérni a főállamügyészt, hogy szüntesse meg az eljárást. Ilyet nem kérhetek a barátomtól. Pontosan azért kérik, mert a barátod. Én meg éppen ezért nem támogatom az elnöknél, pedig igazán kiváló jogász. Moretti azt mondta, hogy senki sem bírálná Ebnert, ha úgy határozna, hogy beszünteti az eljárást. Nagyon magabiztosnak tűnt. Azt tervezi, hogy általam elintézi a piszkos ügyeit. Jennifer, mindent le fognak rombolni, ha elkezdődik, nincs megállás. Ezek az emberek nem csak fenyegetőznek a zsarolással. A hiénák a vérszagra gyűlnek. Nem tűröm. A válaszom nem, nem és nem. Adam, tudtam. Ne nyúlj a férjemhez, te ribanc! Mary Beth, na, a körülmények hozták így, kérlek, ne ragadtasd el magad. A konfliktusok ellenére ez mindhármunk közös ügye. Semmilyen közös ügye Mary nincs. Beth, hallgass meg! Megzsaroltak minket. Vannak emberek, akik tudják. Jennifer is te? Igen. És a gyerek. Mit is mondjak, Parker kisasszony? Ez igazán várható volt. Figyelmeztettelek, hogy ne légy hülye. Figyelmeztettelek! Mázaskodik, ráérünk később is. Ha akarja, bocsánatot kérek. De most meg kell menteni Adamt. Meg kell menteni? Majd én elmondom, mit kell megmenteni. A lányát, a karrierjét, a házasságát. Azt kell megmenteni. Mary West, nem érted a helyzetet. Moretti tudja, ki Joshua apja. Alkut kínál, azt akarja, hogy szüntessen meg az eljárás Jerry Wars, a legnagyobb cápa ellen. Érted már? Nem paktálhatok le egy gangsterrel. Az Isten szerelmére, Adam.
Ki fog kihúzni ebből, ha nem kötsz velük üzletet? Mit számít az, hogy tudod őket lerázni? Ez mindennapos eset. Így működik az egész gépezet. Minden másodpercre jut egy zsarolás, egy szélhámosság, egy ilyen piszkos ügy. Mégis működik a gépezet. Milyen gépezet? Nem a bíróságon van, ügyvédnő! Edem, meg kell egyezned velük. Megmondjuk nekik, hogy csak egyszer vagyunk hajlandók rá. Hogy tudják, nem próbálkozhatnak többször. Nem mennek kikezdeni velünk. Tudják, hogy nem vagyunk egyedül. Semmit sem fognak kérni. Semmit. Lehetséges, hogy így van. Nem értek egyet mindennel, amit mondtál, de az igazság az, hogy egy ilyen helyzetet nehéz megoldani. Mi a szándékod? Edem, odakint 500 ember vár rád. Jennifer, bízzál bennem, mindent rendbe hozok. Nem lesz baj. És gondolok rád és a gyerekre is. Ne, Edem! Ne hívd fel! Hívd csak! És nemzeti hagyományaink szerint első helyre kell tennünk az emberi jogokat. A szabad mozgáshoz, a békéhez, az oktatáshoz, az egészséghez és a művelődéshez való jogunkat. Lehet, hogy kevésbé tűnik fontosnak, mégis művészetek nélkül nem lehet teljes a sor. A művészet hozzásegít, hogy belső békénket megőrizhess, sőt, egyre magasabbra törhessen az emberi. És megtaláljuk magát, a végtelent. A szívünk mélyén mindannyian valami megfoghatatlant keresünk. A zene ehhez a valamihez segít közelebb jutni. Egy olasz mester szerint a muzsika hallgatása közben elfelejtjük a gondjainkat, újra megtaláljuk lelki nyugalmunkat. Hallgatjuk a szólamot, érezzük a ritmust és megelevenedik a múlt. Visszapillantunk eddigi életünk. Vannak olyan emlékei ifjúságunknak, amelyeknek fiatalon nagy fontosságot tulajdonítottunk. Mégis ma már nem tűnnek olyan jelentősnek. Mindig van olyan erő, amely elhiteti velünk, hogy mindenre képesek vagyunk. Ha a csillagok nem ereszkednek le hozzánk, akkor is erőnk van fölnézni rájuk és figyelni. Remek munka volt, James. Mondtam neked, hogy nem nyúlnak Warshoz. Régóta dolgozunk együtt. Életemben először paruláztam egy alelnökkel. Úgy parádézott, mint egy felfuvalkodott páva. Legközelebb nem lesz ilyen öntelt. Miért nem mészek ki szabadságra, James? Megérdemelnének kiadós pihenést.
Jöjjön ide, mit bujkálsz, Simur? Olyan félénken állott, hogy az már bosszantó. Jöjjön. Köszönöm, Colfax úr. Mi a véleményed a szabadságról, James? A cég elvégzi a munkádat. Még el kell intéznem valamit. A testvérem ügyét. A Parker Warner ügy még nincs befejezve. A bátyád meghalt, Jim. Ne kavard fel az ügyet. Nem ajánlom. Iszik egy pohárral, Simur? És mit szólsz Warner beszédéhez? Tulajdonképpen tetszett. Azt hiszem, hatásosan beszél. Igen. Nehéz volt bejutnod? Nem. Örülök, hogy van egy igaz emberem. Bennem megbízhat. Még mindig az a szándéka, hogy végez Warnerrel és Parkerrel? Csak ez jár a fejemben. Őrültség, de ha a testvéremről lenne szó, én is ezt tenném. Nem iszunk valamit? Úgy se tudnék most aludni. Rendben. Simur, mit szólnál egy kis pesgő? Csak egy kis szódát kérek. Ejje, most ünneplünk, szóda. Egy kis zene, így. Mit csinálsz? Nem öli meg az alelnököt, Moretti úr. Ez nem helyes dolog. Vadik? Miért? Nem helyes, Moretti úr. Nem helyes megölni az alelnököt. Ez magának Colfax úrnak a véleménye. Magáé Colfax úré. Colfax, te nekem dolgozol, te szemét? Mindketten Colfaxnak dolgoztunk. Nem helyes egy alelnököt megölni, Moretti úr! Moretti vigyázott volna mindenre. Moretti elintézte volna. Moretti már alulról szagolja az ibolyát. Lassan a teste, Jerry, ne kiabálj velem. Megígérted. Hittem neked. Végeztél Morettivel. Saját öklöddel ütötted ki, mielőtt elejtették volna a vádat. Miért? Megvolt rá az okom. Moretti megőrült, szerelmes volt Parkerba, meg akarta ölni Warnert. Nekem teljesen mindegy, mit akart Warnerrel csinálni. Nekünk nem egy alelnököt megölni. Moretti mindent tönkretett volna. Az egész szervezetünket. Egyébként a mi hajunkban nevezel, Jerry? Ne akar diplomata lenni, te csak maradj meg kurvának. Hallgass ide, Worf! Hallgass, Margot! Jerry, Morettinak meg kellett halnia. És én?
Ha azt hiszed, hogy ha kinyírta volna Warnert, a szervezet lebukik, nem tudhatod, mire lett volna jó a halála. Ha engem lecsukta, te csak nézed majd. Olyan messze leszel az ügytől, mint a tisztességtől és a becsülettől. Jerry, semmi baj nem lesz. Az ég világon semmi. Gondolt, hogy olyan hülyék vagyunk, hogy csak Jim Moretti zsarolására hagyatkoztunk? Igen. Gondolom, hogy olyan hülyék vagytok. Én kiszállok. Nagyon kedves vagy. Te ne ordítozz velem. Jerry, semmi bajod nem fog történni. Becsület szavamra. A társaság becsület szavára. Régóta dolgozunk együtt. Soha nem vertelek át. A gyönyörűséges hajadnak egyetlen szála sem fog meggörbülni. Ha? Vigyázz magadra. Emlékeztesd rá, Margo. Juttasd eszébe az úrnak, ki vagyok én. Ismerlek jól, Jerry. Emlékeztesd rá, Margo. Kezd veszélyessé válni. Juttasd eszembe, Margó. Juttasd eszembe, ki is Jerry Vars. Jerry Vars 59 éves korában bekövetkezett halála nagy veszteséget jelent az ország és a város tőzsdéinek. Vorszot egy álmokfutó ütött el ma délután, amikor kilépett a lakásából. Vorszról az a szóbeszéd járta, hogy nehézségei voltak a különböző kormánykörökkel. Hallatlanul érdekes személyiségével Vorsz elkápráztatta. Vége van. Csak hogy vége van. Nincs többé semmi veszély. Senki sem fog zsarolni minket. Moretti és Vorsz meghalt, nem maradt semmiük. Nincs már ránk szükségük. Ők is olyan boldogok, mint mi. Jól jegyezd meg, Mary Bess. Senki nem próbált megzsarolni. Soha nem mondtam olyat, hogy beszélni fogok valakivel az igazságügyi minisztériumból. Soha nem egyeztük meg. Persze, hogy nem. Kedvesem, felhívhatod Jennifer Parkert. Mindenképpen hívd fel. Nyugtasd meg, hogy nem lesz többé gondja az apákkal és a fiúkkal. Mondd meg neki, hogy élhet csendesen. Hogy éljen csendesen. Jó? Hív fel Eden, minél előbb. Margot Delafonnak beletört a bicskája ebbe a mocskos ügybe. Úgyhogy fogom a diplomám, az aktáimat, és visszamegyek a kis irodámba Jeremyvel. És folytatom a munkám. Ez lesz a legjobb. Azt akarod mondani, hogy meg vagy elégedve Jeremyvel? Remekül dolgozik. Főleg most, hogy Catherine otthon van. Remélem, hogy ott is marad. Úgy legyen, de történjen bármi, Jeremy várni fogja őt. Ez így lesz, míg világ a világ. Na, talált ki, ki jött vissza. Hol van Mackie asszony? Elment vásárolni. Ciao, padre. Ciao. Holt fáradt vagyok, elvittem a gyereket az iskolába. De mit koptatom a szám? Egy olyan pap előtt, aki rendszeresen tanít gyerekeket. A fiat szerette volna, ha hazajövet Töviről-hegyire elmondok neki mindent a világról. Ekkó, hát mit képzel magáról? Egy 6 éves fiút minden érdekel. Ja. Rosszul érzed magad? Nem. Mi történt? Nem, nincsen semmi. De miért aggódsz ennyire? Múlt héten még gyűlöltél. Annak már egy hete. Olyan ingatag vagyok, mint te. Jobban vagy? Hozok neked egy pohár vizet. Halló? Majd a hálószobában folytatom. Ha bent felveszem, kérlek, tedd le. Én is úgy gondoltam.
Mit képzelsz te róla? Ryan atya hoz neked majd egy pohár vizet. Csak vizet. Padre? Nem. Na jó, rendben. Ki volt az? Téves hívás. Na, itt van egy kicsi. Ez se szabadna. Nagyon beteg. Igaz? Ezért jött haza? Elmondja Jennifernek? Maga megőrült. Ennyi év után nem ronthatok be a lányomhoz, akit alig ismerek. Gondozd drága öreg anyádat jelszóval. Ábrándítsam ki szegényt, mikor azt hiszi, hogy nagyvilági nő vagyok. Á, azt már nem. Néha napján legorítok egy kis bourbont, és már is minden rendben van. Mit akar csinálni? Koleszt-holaszt. Tudja, hogy van pénzem. Ez a lány mindig erre a Warnerre fog várni. Lehallgatta. Nekem arra nincs szükségem. Nem ismerem jól Jennifert, de a nőket nagyon jól ismerem. Egy pillantások mindent elárul. Minden rendben? Igen. Jó. Megyek. Már vár a kocsi. Visszajössz? Joshua... Ne hagyd, hogy pókerezzen. Nem neki való. Ha jó lapja van, látni az arcán. Jennifer, tudom, hogy nem tartozik rám, de a tapintatosság nem erős oldalam. Na, Böcki. Tudod te azt jól? Nem. Nem. Nem fogok találkozni a politikussal. Jól van. Szavazhatsz rá, de semmi több. Semmi több. Mondd, hol van az apád sírja? Kelso, Washington állam. Marigold temető. Miért? Gondoltam, meglátogatom. Jó ember volt. És nagyon jól nevelt. Meg fogom látogatni. Ő tényleg milyen név is van a sírkövén? Abner, te lyukos fejű, Abner Parker. Abner. Alapjában véve nem is cseng rosszul. Megpróbálom most már nem elfelejteni. Joshua, a márkiza nem tanított meg blöffölni? De igen. Szervusz! Ott van az az aranyos bácsi. Oh.
Ne aggódjon, Mackie asszony. Ma már nálunk kell vacsoráznod. Joshua, fejezd be a játszmát, Mackie asszonyom. Már befejeztük. $1000 tartozik. Akkor adj neki lehetőséget rá, hogy visszanyerje a lovagiasság, így kívánja. Jól van, de ne menj el addig. Adam, már beszéltünk telefonon. Segítened kell, Jennifer. Szörnyű helyzetben vagyok. Nem tudok kilábalni belőle. Tudtad, hogy itt leszünk? Joshua testőre. Mint mindig. Jennifer. Kérlek, segíts nekem. Segíts abban, hogy elküldjem őket a pokolba. Hogy le tudjak mondani. Miért akarsz lemondani? Nincs más megoldás. Ezt kell tennem. Válj el Mary Best-től. Vegyél el feleségül. Ismerd meg a fiadat. Ó, szegény Adam. Olyan szerencsétlen vagy, mint én. Jenny, nem erre céloztam. Dehogy nem. Mártírnak hiszed magad. A szerelem mártírjának. És elmeséled mindenkinek. Aki hallani akarja, mennyit áldoztál a szerelem oltárán. Jennifer, szörnyű dolgokat mondasz. Mindketten hűtlenek voltunk. Te Mary Besshez, a lányodhoz és a pozíciódhoz. De én is. Én hűtlen voltam az életemhez. Egy barátom mondta, és igaza volt. Úgy gondoltam, a szerelmünk életem egyetlen értelme. Szeretlek. Most is szeretlek, ez tény. De ez a szerelem teherré válna. Nem hagyna nekem önállóságot. Mondd meg, mit feleljek. Mit feleljek, hogy megtartsalak? Mondd meg, Jennifer. Azt kell mondanod, hogy nincs jövőnk. Csak jelenünk. Nem. Nem tudod, igaz, Adam? Akkor te mondd meg, mi lesz veled nélkülem. Boldogulni fogsz? Természetesen megpróbálom. Sokat. Sokat fogok sírni. Természetesen nagyon sokat fogok szenvedni. De túlélem. Nem hátrálok meg. Összeszorított fogakkal, de végigcsinálom. Mi lesz Joshuával? Egy nap Joshuának el kell számolnom mindennel. És remélem, hogy tudomásul veszi és megérti, hogy vannak olyan szülők, akik nem élnek együtt. Remélem, hogy megérti. Lehet, hogy el fogom őt veszíteni. Hé, mama! Készülődnek a tánchoz! Nagyon mókásak! Mondd meg, hogy sietned kell! Mindjárt megyek, Joshua! Isten veled, Adam. Ne hagyd, hogy megint megzsaroljanak. Te nem akármilyen ember vagy. Akkor ezzel mindennek vége. Viszlát, Jenny. Aranyos bácsi!
Meghívtad vacsorára? Mami, te sírsz? Már nincs semmi baj, kisfiam. Gyere! Gyorsan, gyorsan! Már kezdődik! További magyar hangok. Pásztor Erzsi, Kenderesi Tibor, Makai Sándor, Csé Németh Lajos, Bence Ferenc, Pap Dani, Vitai András, Petes Csaba, Málnai Zsuzsa, Andrész Kati, Gruber Hugo, Borenics Péter, Koltai János, Fillár István, Borbát Otília, Botár Endre, Nagy Zoltán, Kovács Gyula, Bot András, Szokol Péter, Kis László, Nagyidai István, Csizmadia Gabi, Dombóvári Ferenc. A magyar változat munkatársai: magyar szöveg Gála Ágnes, dramaturg Bajomi András, gyártásvezető Gertner György, szinkronrendező Petes Csaba. A szinkron a KKDV stúdiójában készült 1988-ban.